Mielőtt a jövőbe tekintenénk egy kicsit, beszéljünk az előző időszakról, a szerb bajnokságról. Hogyan fejezett a csapat, elégedettek-e az őszi idénnyel? Hát, hogyha megnézzük, hogy milyen időszak, milyen sűrű program van mögöttünk, a bajnokságnak az őszi részét, ahogy játszottuk valójában Európába is, akkor a hazai bajnokság, valamint a kupába is szerepeltünk, a szerb kupába. Ez számunkra nagyon megterhelő volt, és egy kicsit féltünk is attól, hogy fog majd ez elsülni, mert nagyon sok tőlünk nagyobb klub is megérzi azt, amikor párhuzamosan játszik Európába is, a hazai bajnokságot is játsza. Hát azt mondom, hogy ha megnézzük, hogy ez a harmadik hely, valamint a pontszám, valamint a pontelény a mögöttünk lévő csapattal szembe, azt mondom, hogy elégedettek tudunk lenni. Elég jó átvészeltük ezt a nehéz időszakot, és én úgy érzem, hogy az elkövetkező 17 mérkőzés, ami majd előttünk lesz a bajnokság végéig, számunkra könnyebbnek kell, hogy tűnjön vagy legyen, mert csak is erre tudunk fókuszálni, és ami fontos, hogy lesz elég időnk a játékosokat mérkőzéstől mérkőzésig regenerálni, ami mondjuk itt az ősszel kicsit nehezebben működött, mert nagyon kevés nap volt arra lehetőség, hogy a két mérkőzés között, hogy teljesen ők felépüljenek, de azt tudom mondani, hogy elkerültek bennünket a komolyabb sérülések, apró sérüléseink voltak, a játékos keret elég bő volt ahhoz, hogy tudjuk őket, játékosokat forgatni, tudjunk rotálni, és én úgy érzem, hogy ezt is nagyon jól csináltuk. A másik dolog pedig, hogy ez már érződött itt a bajnokság ősz részének a vége felé, hogy Európából azért nagy tapasztalattal tértünk vissza, vagy nagy tapasztalatot szereztünk Európába, és ez már meglátszott egyes hazai mérkőzéseken, amelyeket sokkal okosabban, ügyesebben, valamint sokkal magasabb színvonalon tudtuk lejátszani. Alapvetően egyébként így, beletekintve az elmúlt időszakba, kijelenthető az, hogy a TSC igazából a harmadik legjobb csapat lett tulajdonképpen Szerbiában most arra? Föl lehet venni a kesztyűt? Képesek fölvenni a kesztyűt a Partizánnal meg az Bézdával? Persze, két nagyon nagy klubról beszélünk, amelyeknek azért kiki használjuk a gyengeségét, mert vannak olyan momentumai, főleg a Partizánnak voltak az előző idényben, hogy bukdát volt a hazai bajnokságba, és mi ezt kihasználtuk, és odaértünk a második helyre. Na most azt mondani, hogy a harmadik hely számunkra biztosított, ezt nem merem kimondani. Nagyon jól állunk, nagyon jól szerepelünk, jó játékos keretünk, de azért sokan pályáznak a harmadik helyre is. Most az idén, ha megnézzük, a Partizán és a Zvezda mögött itt vagyunk, ők elszakadtak, de azt mondom, hogy nem beérhetők. És ami számunkra fontos, hogy ezt az előnyt, pont előnyt, ami most van, a mögöttünk lévő csapatokkal szemben szeretnénk megtartani, mert azért mindenkinek Európa kihívás. Tehát elérni egy harmadik helyet, kijutni Európába, ahol játszva azért a játékosoknak az értéke nő, a klubnak az értéke nő, tehát mindenki erre pályázik, és az idén azért elég jó konkurenseik vannak. Itt gondolok a Csukaricskira, aki mindig ott van az élbolyban, Vojvodina, egy Novi Pazar, aki éledezik, Vorzolat is itt van. Tehát előttünk van egy nagyon érdekes folytatás, amelyre szerintem nagyon jól fel fogunk készülni, és én úgy érzem, hogy csak rajta fog múlni az, hogy például az idén beszélhetünk arról, hogy mi vagyunk Szerbiában a harmadik csapat. Alapvetően egy néhány gondolat erejéig még térjünk vissza az Európa Ligára. Azért ez egy hatalmas dolog volt, hogy a TSC szerepelhetett az Európa Ligában, meg a különböző európai sorozatban. West Ham United, Freiburg, hatalmas, híres európai csapatok. Mit jelentett a TSC számára tulajdonképpen ez az európai ősz? Számunkra ez egy nagyon fontos időszak volt. Kihasználtuk azt a lehetőséget, ami nem tudom, mikor fog legközelebb adódni a szerb klubcsapatok számára, hogy az első helyezett csapat ki tudjon jutni direkt, vagy be tudjon jutni direkt a bajnok ligájának csoportküzdelmébe. Mi, mint másodikak kihasználtuk ezt a lehetőséget, hogy másodikak legyünk, és mi, mint másodikak tudtunk játszani, illetve bekapcsolódni a bajnok ligája selejtező körének is a harmadik fordulójába, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. És ami fontos volt még számunkra, hogy ez még honnan ki is estünk a Brazil ellen lejátszott két mérkőzés után, nekünk biztosítva volt az Európa Ligában a csoportküzdelem, ami garantált nekünk 6 mérkőzést, tehát 8 mérkőzés sikerünk lejátszanunk Európába. Történelmet írtunk, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy
hogy topolyára hoztuk el az Európa Ligát. Tehát nem úgy, ahogy az elején mutatódott, vagy látszódott, hogy máshol kell játszani ezeket a mérkőzéseket. Nagy erőfeszítéssel, de azért az elnökünknek köszönöm, a Zsemberi Jánosnak sikerült topolyára hozni Európát, topolyára hozni ezeket a nagy csapatokat azért, hogy a West Ham, Olympiakos vagy egy Freiburg, illetve egy Braga itt szerepeljen, ez számukra nagyon nagy dolog. Valójában folytatni ezt nem lesz könnyű, ezen az úton maradni nem lesz könnyű, de ha figyelembe vesszük, hogy most jelenleg milyen pozícióban vagyunk, én azt mondom, hogy igenis Európába szeretnénk kijutni, ez a legfőbb célunk, és minden jobb helyezést elérni a száj bajnokságba, mert az jobb pozíciót biztosít Európában is. Legyen így mindenképpen. A beszélgetés végére fontos információ, vagy hát igazából aki focit néz, vagy követi a labdarúgást, az tudja, hogy zajlik az átigazolási időszak. Január van, még néhány napig lehet igazolni. Van-e tervük ezzel kapcsolatban, amit esetleg a nyilvánossággal meg tudnak osztani? Ami a játékos keretet illeti, Spanyolországban valójában a standard csapattal mentünk el. Svetimovic az, aki elhagyta a csapatunkat, ő a Nádos Tucsaniba folytatja. Nem sok lehetőséghez jutott a belső védőnk, és úgy döntöttünk, hogy közös megegyezéssel szerződést bontunk. Valamint Csalusiknak vannak, ő úgy volt, hogy igazol Japánba, vannak különböző egészségügyi problémái, utána kell ennek járni, és ő marad a játékosunk, tehát nem változott a játékos keret. Szerintem a nyáron nagyon jól igazoltunk, több játékos is igazoltunk, előre gondolkodva, hogy mi várt ránk Európában, valamint, hogy a bajnokság végén mit szeretnénk elérni, és ez jónak is mutatkozott, valamint, hogyha megnézzük, akkor nem is látom, vagy nem látok olyan pozíciókat, amelyek nálunk gyengébbek lennének. Persze, hogyha ráfutunk valamilyen nagyon jó játékosra, itt főleg belső védőre gondolok egyre, akkor természetesen leigazolnánk azt a játékos, de nem sürget bennünket sem az idő, sem pedig, hogy elsőjáték döntéset hozzunk, vagy igazoljunk olyan játékost, akiben nem vagyunk biztosak. Tehát, hogyha ráfordulunk olyan játékosra, akire a TST-nek szüksége van, akkor mindenféleképp igazolni fogunk. Ha nem, akkor is én azt mondom, hogy jó áll a keret, és fontos még azt tudni, hogy fiatal játékosokat is vittünk Spanyolországba, U17-es és U19-es játékosokat, ami valójában nekünk a célunk is, hogy felfuttassunk a felnőtt csapatba olyan fiatal tehetséges gyereket, akik előtt szép jövőt látunk.